A C-vitamin segít erősebbé tenni az immunrendszert, és lecsökkentheti a megfázás időtartamát, de még semmilyen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy a koronavírussal szemben hatásos lenne. A kutatók vizsgálják az extra magas dózisú C-vitamin hatását a koronavírusra, pontosabban azt tanulmányozzák, mekkora szerepe lehet a tünetek enyhítésében. A kialakult járványügyi helyzetben sokan kérnek tanácsot a szakemberektől, többek között erről a kérdésről is a helyi patikákban. A gyulai PatikaPlus gyógyszertár folyamatosan biztosította a C, D-vitamint, valamint az immunrendszer erősítőket a lakosság számára. A vásárlóink, betegeink nagyon céltudatosan vásárolnak, tehát tisztában vannak azzal, hogy most a legfontosabb az immunrendszer erősítése. Tehát nagyon-nagyon sok C-vitamint, D-vitamint, immunrendszer erősítőt, multivitamint vásárolnak, bíborkasvirág kivonató készítményeket. A koronavírus járvány megjelenését követően nagy roham volt a patikákban. A bejelentés után mintegy 10 napig sokan felvásárlást tartottak. A múlt héten ugye egy kicsikét már lecsitultak, valószínű, hogy már mindenki beszerezte a szükséges gyógyszereit, meg készítményeit. Tudták azt, hogy most már korlátozott a kijárás, ugye, és azt is megfigyeltük, hogy ugye szombaton, március 28-án lépett érvénybe az új kormányrendelet, miszerint az idősek csak 9 és 12 óra között válthatják ki a gyógyszereiket, illetve akkor mehetnek élelmiszerboltba és drogériába. El kell, hogy mondjam, hogy nagy örömünkre szolgált, hogy nem volt senkivel semmiféle konfliktus, tehát a gyulai lakosok nagyon együttműködőek voltak, és most is azok nyilván, és betartják a szabályokat. A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust, és bárkinek továbbadhatja a fertőzést. Fontos, hogy lassítsuk a járvány terjedését, ezért kell mindenkinek betartani az ajánlásokat, a szabályokat. Maradjanak otthon, ne menjenek közösségbe.